lélek. Jaj, már megint. Miért csak zűrölt alkokkal hoz össze a sors? Tudja mit? Kezdjük előről ezt a beszélgetést. Bemutatkoznék úgy fent. Marton Alexander Arthurnak hívnak. Vagy más ismertebb nevén, művész úrnak. Az én kivételes három éves pályafutás alatt temérdek, vers, regény, tanulmánycikk és esszé került ki a szorgos kezeim alól, és adták a világtudtára az én két szerény énemet. Kollégáim, kritikusai mind tekintésen felnéznem, olykor ajánlatokkal is kecsegtetnek felém, amiket csak akkor fogadok el, ha társadalomnak is hasznosnak bizonyulhat. Ne foglalkozom. Díjaim egész sorozata vidít a falamon, csupa más nevekkel, mivel az én szerint én nem hajlandó más írókat jutalmazni efféle dolgokkal. Itt látom a brigádom, ők felelősek azért, hogy válaszoljam az elismerő dicséreteken a közösségi oldalon. Igazi csapatjátékos vagyok egyébként. Ha valaki megkérdezni, hogyan jelmezném magam, én könnyedén azt felelném, mindenképp, de lefőképp egyedülálló vagyok. De azonban nekem se fenékítelj fel az élet. Rendőrség, birtokháborításért letartóztatjuk Önt.